Köszöntöm magazinunk nézőit! Ma is színes témákkal várjuk Önöket. Már mutatjuk is. Járókelő. Hogyan érzékelik az emberek az újranyitást? Közélet. Monostor Apáti sikeres pályázatairól. Sport. Indul a horgásszezon a nyirádi Rókadombitónál. Religió. Ismerjék meg a taliándörögdi ősök házát Szőke András kalauzolásában. Ezen a héten arról kérdeztük a járókelőket, hogyan érzékelik az esti kijárás meghosszabbítását, és azt, hogy ismét nyitva vannak az üzletek, működnek a szolgáltatások. Érdekes véleményeket hallhatnak. Az egyértelmű, mindenki nagyon várja a járvány végét. Mennyire várják az óvoda nyitását, mennyire várják, hogy az élet visszatérjen a normális kerékvágásba? Az életet várjuk, de azzal nincs semmi gondom, hogy ők velem vannak itthon, úgyhogy igazából az óvoda részét annyira nem. Most szerdán történt egy kis újranyitás. Érzékelték ezt? Érzékelte Ön? Hát a rossz idő miatt még annyira nem, de most már remélem, hogy egy kicsit kivilágosodik ki. Napsütéses idő lesz, fél is abba hagy, és jobban észleljük ezt a tovább tartó nyitvatartást, illetve más boltok nyitvatartását is könnyebben el tudunk menni, mozogni. Kinyitott néhány üzlet, és tovább lehet este is kint maradni. Mennyire érinti ez Önt? Hát, megmondom őszintén, nem érint, mert akinek nincsen annyi keresete, vagy nyugdíja, nem tudok kint lenni. A lányom behozza a kenyeret, a tejet, aztán el is tűntem. Várja már ennek az időszaknak, ennek a járvány időszaknak a végét? Hát szeretném, mert mondom, akinek nincsen nyugdíj, hát 7000 forint nyugdíjam van. Aztán most mit csináljak annyival, mondja. Megmondom őszintén, nekem a kintmaradás nem okozott nagy gondot, de nyilván azért jobb, hogy szabadabbak vagyunk. A boltnyitás meg azért igen, néhány területen fontos, hogy tudjunk vásárolni. Mennyire várja, hogy visszatérjen az élet a normális kerékvágásba? Szerintem, mint legtöbben mindenki azt várná, hogy egy kicsit már szabaduljunk ettől a nehéz helyzettől, főleg az egészségügyi és a egyéb nyomás oldaláról. De azért én azt gondolom, tegyünk meg mindent, amit tudunk, inkább a védekezés érdekében. Én boltban dolgozok, a Spárban. Hát megmondom őszintén, hogy lehet érzékelni azért, hogy főleg a boltban, hogy ugye jönnek az emberek, ha bár mondjuk most, hogy így, hogy csökkentették ezt a méteres vagy 10 méteres izét, hát így azért egy-egy főkbe jönnek, most mit mondjak, azért forgalom azért van. És sorban állás van az üzlet előtt, vagy hogy valósul ez hát, meg? Sorban állás is vannak azért. Tehát most ilyen egy-egy fők bejönnek, tömegnyomor nincs annyira a kasszáknál. Tehát én azt mondom, hogy nincs. De azért így most egy kicsit talán föllélegzünk egy picit. Talán én mondjuk örülök neki a nyitásnak, hogy azért fodrászot meg ilyenek megnyitnak. Szerintem. És remélem most már azért, idézőjelben remélem, hogy azért kicsit jobbra fordul a helyzetünk itt Magyarországon. Hát most már azért, hát ideje, biztos, hogy jó dolog. Az ember betartsa a kellő távolságot, és akkor jó. Hiányoztak a szolgáltatások? Még zárva voltak? Hát én nyugdíjas vagyok, megmondom őszintén, hogy én a boltba elmentem, aztán ennyi úgy nem mondhatnám annyira. Várja már ennek az időszaknak a végét? Hogyne, már azért az ember többet lehetne szabadba sétálni, meg egyáltalán menni erre-arra azért. Ez a bezártság, ez nem jó. Senkinek se jó. Egyáltalán. Hát én falun lakom, úgyhogy mi eddig is ki voltunk az udvaron. Vásárolni meg nagyon ritkán próbálok. Hiányoztak a szolgáltatások? Igen, a fodrász, meg ezek igen. Akkor örül ennek az időszaknak igen, most? Igen, ez egy jó dolog.
teljesen jó érzés ez, teljesen jó érzés, hogy most már itt nyitva vannak a boltok, meg bemehetünk, hogy vásárolhassunk, ugye, mert hát idáig egy kicsit sajnos nehéz volt, mert nem tudtunk azt megvenni, amit szerettünk volna. Mi hiányzott a legjobban, ugye a szolgáltatások is zárva voltak? Jó, az élelmiszer volt, az nyitva volt egy, de ahhoz hasonló, még ami hiányzott, azért mind körülbelül ruhák, meg ilyen, meg hát azért hiányzott. Mennyire várja ennek az időszaknak a végét? Hát ezt nem tudom most megmondani, de hát én szeretnénk várni, hogy már hogy mikor lenne befejeződni, vagy befejeződik egyáltalán, vagy nem fejeződik be, ezt még nem tudjuk. Na de hát azért szeretnénk azért már egy kicsit, hogy jobban érezzük magunkat. Ugye már fulladásban vagyunk, ugye nehéz légzés, minden, hát az ember már tényleg már megörül ettől a maszkhordozástól. Hát szerintem jobb valamivel, csak az a baj, hogy sok ember nem tartja be a dolgokat. Mire gondol? Hát minden én nálam is most például most kell főhúznom a maszkot. De sok ember meg a boltokban nem tartják be. Régóta tart a zárás. Mi hiányzott a legjobban önöknek? Én azt átértem a vírusra. Beteg volt? Igen. Most szabadítottak fő. Rosszul volt otthon két helye, több mint két hétig otthon lenni. De most már jól van. Jó. Monostor-Apátiban pályázati segítséggel megvalósul a polgármesteri hivatal, az óvoda és az iskola felújítása. Mindhárom intézmény közös fenntartásban működik, hathatós partnerség jellemzi a szomszédos településeket. Erről is szól most következő interjúnkban a község polgármestere. A fejlesztésekről annyit érdemes tudni, hogy két pályázati konstrukció igénybevételével valósulnak meg, mindegyik hazai finanszírozású. Az egyik és talán a leglátványosabb az a közös önkormányzati hivatalnak az épület energetikai korszerűsítése. Ez egy minisztériumi önkormányzati feladat ellátás segítő pályázaton sikerült nyertesként elhoznunk a pályázatot, ami tulajdonképpen annyit foglal magába, hogy a közös önkormányzati hivatal épületének a külső homlokzati szigetelése, nyilászárócserék, a belső fűtés rendszernek a teljes felújítása, és ezt befejezésként a teljes épületfestést foglalja magába. A másik és folyamatban lévő pályázat itt Monostor-Apátiban a Magyar Falu Program keretében valósul meg. A két oktatási intézménynek a szintén felújítása, részleges, idézőjelben mondom, részleges felújítása, mert az egyik a napközi otthonos óvoda és bölcsödének a tetőszigetelése, ugye ez egy több lépcsőben megvalósuló fejlesztésnek a mondhatni befejező szakasza. 2017-ben nyújtottunk be egy pályázatot bölcsöde építésére és óvoda tornaszoba létrehozásra, amelyet Európai Uniós és hazai forrásból támogatottnak ítélt a támogatást kezelő. A közétkeztetést és az oktatásban résztvevő diákoknak az élelemmel való ellátását, a főzőkonyhának a felújítása már megtörtént az épületben, ezt követően jött a bölcsödeépítés és az óvoda korszerűsítés, majd a fenntartó négy önkormányzat, Hegyesd, Kapolcs, Vigán, Petend és Monostor-Apáti önerőből a belső csoportok korszerűsítését, fejlesztését, világítás, fűtéskorszerűsítés, belső burkolatnak a felújítását hajtotta végre.
és ami most záró projektként fog megvalósulni a Magyar Falu Program keretében, az pedig a klasszikus, a 70-es években épített óvoda épületnek a tetőszerkezet szigetelése, ugye ez egy lapos tetős épület, és hát okoz némi fejtörést és problémát a csapadékvizelvezető rendszer. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az épületen belül nyilván a falakkal elrejtve, de azon belül csöveken van elvezetve a csapadékvíz, és hát itt érzékelünk némi problémát, nem mostani keletű, hanem már több évvel ezelőtti, és hát ezt szeretnénk most végérvényesen is megoldani. És a másik oktatási intézmény az pedig a Művészetek Völgye Általános Iskola, ugye ott a fenntartást a Klebersberg intézmény fenntartó végzi, de az ingatlan az önkormányzat tulajdona, és így közösen egymást segítve, de nyilván a Klikken keresztül pályázva az alsó iskola épületének a nyilászáró cseréje és a belső villamos hálózatnak a felújítása fog megtörténni. Ugye a most a jelenlegi pandémiás helyzetben a gyerekek sajnos távol maradnak az oktatási intézménytől. Bízunk benne, hogy a nyár előtt azért egy-két hét, legalábbis mi bízunk benne, ők lehet, hogy annyira nem, de bízunk benne, hogy tudják használni az ingatlant, és akkor, amikor a nyári szünet elindul, akkor a kivitelezés is megvalósulhat, hogy szeptemberben már a felújított és megszépült épületbe kezdessék a tanévet a legfiatalabbak. És arról azért mindenképpen meg kell emlékezni, hogy ugye Művészetek Völgye Általános Iskola, és ugyanígy visszacsatolva az óvodára is, nem csak monostorapáti fejlesztésről beszélhetünk, hanem ez a térség szempontjából is fontos, hiszen mind a közös önkormányzati hivatal, ahol 6 település, Sáska, Hegyesd, Kapolcs, Taliándörög, Vigán, Petend és Monostorapáti helyi szintű ügyei vannak intézve. Ugye az óvoda és bölcsödénél is 4 település, és az általános iskolánál is 5 településnek a diákjai használhatják ezeket a fejlesztéseket, ami azt gondolom, hogy a térségben élő állampolgárok számára egy nagyon fontos előrelépés. Mit jelent ez az együttműködés, hogyan alakult ki, és mennyire hathatós a települések közötti együttműködés? Hát az együttműködés az részben különböző jogszabályi előírásoknak köszönhető, de hát azért ez sokkal inkább visszanyúlik a történelmi múltba. Tehát hogyha csak a központosításokat, államosításokat nézzük, de a rendszerváltás követően is azért voltak olyan feladatok, amit közösen láttak el a térségbe élő települések, és amióta a közös önkormányzati hivatalok létrejöttek, azóta ugye 6 település helyi szintű ügyeit intézzük itt Monostorapátiban és Taliándörögdi kirendeltségen, és nyilván az adott településeken pedig ügyfélfogadás keretében, ami azt gondolom, hogy egyrészt hatékonyságában növelve van, a másik meg az, hogy próbálunk emberközpontúan, és ugye szem előtt tartva az európai normákat, meg a hazai jogrendet, vagy ugye a szubszidiaritásnak az elvét, hogy a helyben keletkező dolgokat próbáljuk meg helyben minél hatékonyabban elintézni. Ez az egyik fontos üzenete ennek a történetnek, a másik pedig az, hogy egymás segítése nem csak a közigazgatáson belül van meg, ami kötelező ránk deklarált feladat, hanem emberként is próbálunk egymáson segíteni, és talán az, hogy az oktatási intézményekben a fiatalok most már közösen ülnek, tehát 5 település diákjai 8 éven keresztül együtt csiszolódnak, az azt gondolom, hogy a jövőre vonatkozóan 10-20-30 év múlva sokkal szorosabbá és összefogottabbá fogja tenni a térséget. Tehát azt figyelembe kell vennünk, hogy itt a 6 település esetében azért közel 3000 ember érdekeit próbáljuk szem előtt tartani, és hát ez egy, azt gondolom, hogy nagyon nemes feladat, és nyilván arra törekszünk az oktatási intézményeknél is, óvodánál is, iskolánál is, hogy minél jobb körülményeket tudjunk biztosítani a diákok számára.
Ezek a fejlesztések most elsősorban a fiatalokat, a fiatal családokat érintik a gyerekeken keresztül. Mit jelent ez, Monostor Apáti, mennyire törekszik arra, hogy megtartsa, illetve ide vonzza a fiatal családokat? A bölcsöde létrehozása egy helyi igény volt, a képviselőtestületben megfogalmazott igény, ami azért, hála jó Istennek, szembe találkozott Magyarország kormányának stratégiájával, és így létrejöhetett a bölcsöde, ami ki kell jelenteni azóta működik, igénybe veszik nem csak a monostorapátiak, hanem a térségben élők, és azt gondolom, hogy ez a családok számára nagyon fontos segítség. Az is, hogy az óvoda, az iskola minél korszerűbb körülményeket és minél jobb szakmai hátteret biztosít hála az itt dolgozó pedagógusoknak. Azt gondolom, hogy az egy nagyon jó mérce és értékmérő az itt élő lakosság számára. Tehát mindenki próbálja helyben ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni. Ugye Monostor Apáti, ha a hat települést nézzük, a lélekszám szempontjából a legnagyobb település. Azokat az alapvető értékeket, amik itt a településen az elmúlt több száz évben létrejöttek, ezeket próbáljuk értékként megőrizni, fenntartani, és ezeket kínálni az itt élőknek, hogy az az érték, ami itt az őseinknek érték volt, az nekik is ugyanaz legyen, és hogy itt helyben próbáljanak letelepedni. Nyilván mindig vannak olyanok, akik máshol képzelik el az életüket, vagy éppen a családi kapcsolatok máshová sodorják őket, de mindig, minden generációban van egy mag, akik itt helyben megmaradnak, és azért, ha körülnézünk itt a nyugati Balaton felvidéken, és itt a szomszédos városokban egyrészt munkalehetőség is, és a szolgáltatások színvonala is elérhető. Ha még nem voltak nézőink a Nyirádi tónál, érdemes rászánni néhány órát és megcsodálni a festői szépségű rókadombot. Mi ott jártunk kameránkkal, a Horgász Egyesület tagjai pedig barátságosan elkalauzoltak bennünket a horgászparadicsomban. Ahogy kiérünk a községből, poros úton haladunk, s mikor már elönti az utazót a kételj, hogy vajon jó felé kanyarodott-e, akkor feltűnik ez a festő ilyen szép tó. A tavasz csillogása látszik a víztükrön. Még hűvös az idő, de már jól esik elidőzni a természet szépsége láttán a tóparton. S mintha ránk várt volna a kecses hattyúpár, kicsit távolabb a vadkacsák, s a vízi világ még meg annyi csodája. Ez itt, amerre a szem ellát a rókadomb, s az ölében elterülő horgászparadicsom. Magánemberek önszerveződése folytán jött létre a Horgász Egyesület, akik szervezetten gazdálkodnak e területen, építik kunyhóikat és élnek a tó kínálta lehetőségekkel. Hivatalosan 2005-től működik az Egyesület, akkor vásárolták meg a tagok, 120-an a tavat, a nyirádi önkormányzattal közösen. A tónak van 120 felnőtt tagja, illetve 145 felnőtt tagja, ebből 120 a tulajdonos. Kettő darab ifjúsági sajnos, 16 gyermekhorgászunk van, azok sajnos elfogynak, amikor a halasítást kell fizetni, mert a szülők nem tudják vállalni azt a pénzt, illetve nem vállalják, ugye egy gyermekhorgász, aki itt nőtt fönn, 75 ezer forintot fizet halasításként, a külső tag, hogyha valamelyik tulajdonos társunk hozta, ott a 125 ezer forint halasítást fizet, egyébként az egyesület non-profit, a kitermelt haszon, illetve nem haszon, hogyan nevezzem, a jövedelem, abból halat vásárolunk, és a tó környezetnek a fönntartása. Munkadíjas társadalmi munkák, a munkák társadalmi munkába mennek olyan tére, hogy minden horgászunk, felnőtt horgászunk kettő őrséget ad, az 2x24 óra. A vízbe ponty, amúr, csuka, süllő, harcsa, kárász és keszekfélék.
ez ami nagy mennyiségben jellemző. Mit horgásznak, mit tudnak fogni legtöbbet? Hát a fogásunk az nagyjából ponyból van a legtöbb, természetesen abból a legtöbb atóba. A múlt évben 60 mázsa környékén fogtak pontyot, telepíteni tudtunk 80 mázsa pontyot. Amurt az sajnos most már idegenhonosnak minősítik, telepíteni nem lehet, de atóba van régről amurt, 10 mázsa amurt fogtak bent. A kárásznál, az edvis kárász, az sajnos ugyanúgy idegenhonosnak minősítették, a horgászok nagyon szeretik, abból 11 mázsát fogtak, keszeget azt telepítettünk 20 mázsát, és 10 mázsa a fogási eredmény nagyjából kerekítve. És egyébként mi jellemző a víz mélységre? A tónak az átlag vízmélysége az 1 méter 30 centi, tehát az annyit jelent, hogy a tó közepén ott 2-30 körül van a mélység, a partszélben pedig egy csizmaszár mélységtől indul befelé, így jön ki. A szintje az nyáron a párolgásnál sajnos veszi, a bányavíz megszűnt, úgyhogy nyáron előfordul, hogy 30-40 centi vízvesztés van, párolgási veszteség, ilyenkor rátöttünk egy kicsit, amikor még lehet, mivel a kigyós patak most már csak időszakos vízfolyásnak van minősítve, erre kaptunk is a hatóságtól egy figyelmeztetés, hogy nyárra gyűjtsünk vizet, amennyit meg lehet engedni a műtárgyakkal. A horgászati lehetőség nagy ajándék a tagságnak, ám mint megtudtuk, jelentős horgászturizmust is bonyolítanak a Rókadombi tónál. Hát a horgászturizmus az úgy van jelen, ugye a horgászegyesületeket betérítették a MOHOZ-ba, és mi a Balatoni Horgászegyesület szövetségébe léptünk be. A Balaton parton levő nyári turisták, azok szívesen jönnek ki hozzánk horgászni, részben a Balaton nem férnek hozzá a parthoz, és ide jönnek el horgászni. A másik rész Sümegről, hotelkapitány szálloda vendégei is időnként kijönnek horgászni hozzánk. Tehát a turizmusban ez, azon kívül visszajáró vendégeink vannak Kőszegtől Budapestig, nagyjából úgy lehet mondani. Tehát az annyit jelent, hogy egy budapesti ember van, aki eljön egy évben kétszer-háromszor hozzánk horgászni. S ha azt gondolnánk, hogy a tó környékére csak horgászok érkeznek, bizony tévedünk. Gyakran szoktak itt majálisokat és más szórakoztató rendezvényeket tartani. Szívesen járnak ki a falunak a lakói is. Tehát van, aki csak lejön egy szalonnasütésre, van, akik csak lejönnek és leülnek egy padra, pihennek egyet és hazaballagnak, meg jelentős az a vendég, aki az utcáról lejön autóval egyet, itt hagyja az autót, körbesétálja a tavat. Tehát ez is nem csak azok a vendégek számítanak nekünk, akik horgásznak, akiből pénzt látunk, hanem ők is, már őbbőlük előbb-utább horgász is lesz. A területen halőrök is működnek. Az egyik legéltesebb korúval sikerült találkoznunk. Társadalmi halőrnek a feladata. Ugyanaz, mint az állami halőrnek, csak az állami halőr nagyobb jogokkal van főruházva, tehát hogyha valami olyan probléma van, akkor őtet kell hívni segítségül, vagy rendőrt. Tehát a feladat az a természet óvása a legelső, aztán halak védelme, tisztaság, ezek a feladatok, ez a szabályok betartása. Sokszor mondják a horgászokra, hogy szanaszét hagyják a különböző eszközeiket, különböző etetőanyagokat, és mi egymást. Ezt ön hogyan tapasztalja? Itt is jellemző? Hát itt nem annyira jellemző. Esetleg aki megfeledkezik magán, azért vagyunk, hogy figyelmeztessük, de készségesen megcsinálják, szót fogadnak már. Hát esetleg, hogyha a halőrnek nem fogad szót, az nem súlyos szankciók, de nem felejti a halőr, és jobban odafigyel rá. Úgyhogy ennyi. Milyen emberek a horgászok az ön véleménye szerint? Milyen típusú emberek azok, akik horgásznak? Hát a horgász az a világ legjobb embere, mert legalábbis én horgász is vagyok, megint, hát azon kívül halőr. Hát mondják azt, a világon egy legjobb dolog, ami egy a legjobb dolog, a horgászat. Szóval van még egy, ami jó dolog, az még egy horgászat, azon több nincs. A horgászat mellett halhálókötésben is jeleskedik Lajos, s minket sem enged el anélkül, hogy egy általa készített nemzeti színű kis hálót ne ajándékozna nekünk. Szigligetre jártam gyerekkoromban horgászni, és ottani kikötőr, a nevét is mondhatom, Kondor Lajos bácsi, Adurusám volt az öreg, és ő kötötte a hálót. Aztán mondtam neki, Lajos bácsi, megpróbálhatom? Próbálj, gyerek is. Megpróbáltam, és azóta is kötöm. Hát ez 1957 óta csinálom a hálót. Ez bizony szép nagy idő.
Azóta itt egy újabb generáció, és ezzel együtt új lendület is az egyesület életében. És nagyon megtetszett ugye maga ez az élet, maga ez a közösség, itt nagyon rendes emberek vannak, jó velük beszélgetni, jó itt kikapcsolódni, és egyből kellett itt a segítség, kellett a fiatalos lendület, kellett az internet, kellett a Facebook, ugye ezt meg tudtuk oldani, csináltunk egy Facebook oldalt, beléptünk ugye a Balatoni Horgász Egyesületek Szövetségébe, ami 41 néhány egyesületet foglal magába, és így egy nagy közösség része lettünk, így kinyílt a világ, pályázhattunk horgászversenyekre, a MOHOSZ-nál, ugye mi a gyerekeket preferáljuk, a gyerekversenyeket. Mit ad önnek ez a tevékenység? Miért tartja fontosnak, hogy lehetőség szerint minél több időt töltsön itt? Nyugalom, kikapcsolódás, relaxáció igazándiból, az, meg az, hogy a utánpótlásunk legyen. Tehát, hogy ez a maga, ez a pihenés, maga ez a sportnak ez a formája, mint horgászat, se tűnjön el, és úgy gondolom sokkal értékesebb kint lenni a természetben, megismerni egy halat, mint nyomogatni akármit egy tabletten, egy számítógépen. Persze mi sem vagyunk elzárkózott tőle, hiszen elkezdtük a horgászvizsgáztatást is, pont a Balatoni Horgász Egyesületek Szövetségének a jóvoltából. Van vizsga lehetőségünk, 2 éve csinálunk, 3, 2019 óta csinálunk horgászvizsgáztatást, ez már a 3. éve, hogy csináljuk. A régióban rendkívül sikeres, a 41 néhány egyesület közül, ami a Horgász Egyesületek Szövetségének a tagsága, a 3. előkelyen végzünk, egy kis falu, egy kis központtal, hát 140-150 főt vizsgáztatunk per év. Egy új feladattal kell megbirkózunk, ugyanis a papír alapú vizsgáztatás helyett digitális formában, mint a KRESZ vizsga, úgy kell vizsgázni. Erre találtunk szponzorokat, és be is fektettünk mi is, 7 tablettot tudtunk vásárolni, és az önkormányzat, nyilvánvalóan önkormányzat segítségével lett egy hatalmas wifi hálózatunk, ugyanis tőlük még egy irodát is kaptunk, vizsgáztató helységet is használatba benne a faluban. Ha valaki nagyon szeretne bekapcsolódni ebbe a tevékenységbe, hogyan teheti ezt, meg mire van lehetőség? Hát, hogyha tag nálunk, tehát itt tag, akkor önkéntesen lehet, tehát lehet jelentkezni. Hál' Istennek egy elég jó a közösség itt Nyirádon. Sok felől jött emberek vannak itt. Az öme egyébként azért környékbeli, nagyon sok nyirádi, sümegi, és akkor a távabb országunk, mint ahogy a Laci bácsi előttünk már mondta, hogy közektől Budapestig is vannak, sőt én még hozzáteszem, külföldi tagunk is van. Nagy hangsúlyt fektet az egyesület az utánpótlás nevelésre. Fontos, hogy a fiatal generáció is megtanulja értékelni a csendet és a természetet. Számos versenyt rendeznek, díjazzák, motiválják az iskoláskorú gyermekeket. Örömmel bevallhatjuk, elbűvölt minket a Nyirádi tó. Jó volt a barátságos horgászok társasága, és napestig elhallgattuk volna őket, amint mesélnek szeretett birodalmukról, dicsérik a társaikat, szóba kerülnek a zsákmányolások. Megnézhettük a halőr kunyhóját is, ami szervezettségük fontos bázisa, és követhettük, amint szót ejtettek az előttük álló feladatokról. Jövünk még vissza. Egyrészt azért, mert bőven van még a horgászoknak mondani valója, másrészt azért, mert ez a táj elvarázsol, és ugyanakkor hívogat is minden ismeretlent és ismerőst. Szőke András mesél most következő összeállításunkban arról, hogyan sikerült felújítaniuk közös erőfeszítéssel a Taliándörögdi Ősök házát. Val arról is, miért tartja fontosnak, hogy már ő is a kisközséghez tartozik. Érdekes az az elmélete, hogy egy kis faluban nem is lehet összeveszni senkivel, hiszen reggel is ugyanazokat az arcokat fogja látni.
Talián Dörögdön vagyunk, a Talián Dörögdi római katolikus plébánián, a világi nevén az Ősök házában, a Művészetek Völgye egyik alapító helyszíne, ahol most vagyunk. 1762-ben már a plébánia működött, volt elődje, de onnantól folyamatosan lakott volt ez a rendszer, és több mint 20 évvel ezelőtt Illés Sándor atyával, aki nekünk itt a római katolikus segítőnk, ő 5 falut visz, Kapolcsot, Vigánt, Petendet, Monostorapátit, 5 települést és Dörögdöt. Az atyával elkezdtünk egy hosszú munkát. Maga az épület, amit itt látunk, szintén körülbelül olyan 20 évig lakatlan volt, és a Dörögdi medence, vagy a délbakony szokáskultúráit, receptúráit, családtörténeteit és a történelmi egyházakhoz kapcsolódó anyagokat kezdtük el gyűjteni. Ez azt jelenti, hogy mi római katolikusok vagyunk, nem csak a római katolikus, hanem az ágostai evangélikus, református, és 1945-ig ezek a falvak, Kapolcs, Öcs és Dörögd is a nagyon nagy szellemiséggel rendelkezett, a zsidó közösségek is jelen voltak itt, tehát bármilyen abszurd a plébánia, a dörögdi zsidó kultúrával is foglalkozik, és többek között 3 zsidó temetőt, a Kapolcsit, az Öcsit és a dörögdi temetőt, azt a római katolikus közösség, az atya és természetesen budapesti zsidó származású fiatalok és rabbik segítségével tettük rendbe. Ugye, ha Badár itt lenne, de nincs itt, én Szőke András vagyok, de időnként Badár Sándorral is dolgozom együtt. Ő teljesen más szemléletű ember, ő azt szokta mondani, mert nagyon sokat volt itt az Ősök házában, hogy Jézuskától a géppuskáig szinte minden megtalálható itt. Tehát mi nem vagyunk múzeum, de ettől függetlenül 1600-tól vannak itt levéltári anyagok, kolostori gyógyászattal, népi gyógyászattal foglalkozunk. Ez azt is jelenti, hogy az eredeti recepteket feldolgozzuk, és az elkészített anyagokat, azokat az előadásokon meg is tudják nézni. És még visszatérve a Badár érdekes megközelítésére, amikor az hangzott el, hogy Illés Sándor atyával dolgozunk itt együtt, az nem csak azt jelenti, hogy akár a gyermekek számára, akár az idősek számára készülnek itt programok, legyen az gasztronómia, például van saját kemencéje a plébániának, összesen 3, az egyik a 150 éves, és atyára visszatérve, hogy én úgy, hogy nem kértem engedélyt, de fiatal korában autószerelőként, rádiótelevízió műszerészként is dolgozott, tehát például ezt a 150 éves kemencét, ezt együtt csináltuk, tettük rendbe, nekem szobafestő a szakmám, tehát én csináltam a kőműves munkákat, a javításokat, ő pedig úgy mondják egyszerűen, hogy a sikítót és a hegesztő rendszereket használta. Tehát az atya ugyanúgy fizikailag itt részt vesz mindenben. Most ebben a pillanatban nem tudjuk megmutatni, gondolom, hogy innen arrébb ugorjunk, de maga az Ősök háza rendelkezik egy komplet rádió stúdióval. Ez azt jelenti, hogy kazettás magnó, szalagos magnó, bakelit lemezjátszó, és még gramofonok is vannak működőképesek, és ezt a rádió stúdiót, az összes technikai berendezéseket azt Illés Sándor atya helyezte üzembe. Minden héten a Mária Rádiónak készítünk itt adásokat, és a hét minden napján élő közvetítés is zajlik ezen a rendszeren keresztül, az istentiszteletek innen hallhatóak a Mária Rádióban. Tehát amikor most itt állunk, és azt mondhatnak, hogy mennyi mindent mesél ez a figura, és senki nincs itt, akkor azért azt hozzá kell tenni, hogy földi sugárzásban körülbelül 50 ezer ember hallgatja ezeket az adásokat. Természetesen nem csak vallásos témájú történeteink vannak, hanem minden, ami az 1945 előtti falusi kultúrának, a paraszti kultúrának az apró ötleteit jelenti, és ezt igyekszünk úgy közreadni a rádióműsorokban, hogy ezt most 2020-ban, 21-ben, 19-ben is mondjuk Veszprémben, Sümegen, Pápán, ahol hallgatják ezeket az adásokat, tudják a hallgatók ezeket a praktikákat használni.
Most, hogy még zavarosabb legyen az egész, most vagyunk egy Magyar Falu programban egy pályázati felújítás végén, amiben hála jó Istennek most már van rendes fűtésünk, mert ez nem volt mindig így. A szennyvízrendszerünk is megújult, és a külső-belső festés is, mert hogy szobafestő lenne a szakmám, tehát amit esetleg ebben a pillanatban még nem láttak a nézők, a külső homlokzati rész is az eredeti díszítésekkel helyre lett állítva, és nem tudom, a kamera mennyire látja, de ami itt van mögöttünk, ez nem tapéta, hanem mi csak egy tisztító festést vállaltunk tavaly februárban a kollégáimmal. Ez azt jelenti, hogy mondjuk esetleg elhangzott ilyen talán az atyától, hogy Badikám, akkor fessétek újra, egy kicsit a repedéseket javítsátok ki, és ahogy ez lenni szokott, a barátok nagyon akartak segíteni, megszaladt a spakli. És ez azt jelenti, hogy egyszer csak szóltak, én akkor kint csiszoltam az egyik falat, hogy Bandi, gyere be, baj van. Mondom, mi baj van? Bejövök, és én ezt már 15 évvel ezelőtt tudtam, beleakadtam ebbe, hogy az 1762-es barokk felületeknek megmaradtak a még nedves vakolatba elhelyezett díszítő mintái, ezek úgynevezett patron minták, de a gyerekek lekaparták, úgyhogy hívtam az atyát, és mondtam, hogy gond van, azt beszéltük meg, hogy legalább egy falat a látogatóknak rendbe rakunk, ez 6-7 alatt készültek el ezek a felületek, és amit még itt láthatunk, hogy az alsó része barokk, a felső része az egy Biedermeier, és hát a plafonnál is beleakadtunk, ugye mivel mondtam, hogy szobafestő vagyok, az apám 1911-ben született, tehát megtanított csíkozni, ugye nem teljesen simák a felületek, azt 6-7 alatt több korszak, klasszicista, szecesszió, és itt is egy picit a Biedermeierből is benne vannak motívumok, és megpróbáltuk úgy megmutatni a látogatóknak, hogy az elmúlt 200-250 évből mi az, ami kultúrát, gondolatokat közvetített. Így ugyanilyen kék volt teljesen körbe az épület, ez a szoba. A többiek zöld, barna díszítésekkel voltak láthatóak. Tehát egyszerre próbálunk gyűjteni a magunk lehetőségeihez képest szabadidőben tárgyi anyagokat és a szellemi örökséget. Nem az a célunk, hogy össze legyen harácsolva valami nagy halom üzenet, hanem az atya segítségével elsősorban a továbbadás, a közreadás a fontos. Ezt, hogyha le kéne most fordítani érthető módon, akkor nekünk, mivel a plébánia nem egy nagy kultúrház, amikor 5-en jönnek, 3-an jönnek, 15-en jönnek, 20-an jönnek, nekünk ugyanolyan fontos, mint amikor Vámos Miklós mondjuk a Művészetek Völgye alatt évekkel ezelőtt itt volt, és 2500-an voltak az udvarban, vagy amikor a Gimes Együttes itt játszott, vagy amikor az Ocsó Macsó itt játszott, és telt ház volt. És hogy alakult az, hogy adódott az, hogy ön itt talált otthonra, és ráadásul tevékenyen bekapcsolódik a közéletbe, mint ahogy az imént mesélte is? Én 1989-ben érkeztem ide először taliándörök, de én alföldi ember vagyok, szentesi, Csongrád megye, és nem gondoltam azt, hogy az életemnek ez a szakasza így fog alakulni, és nem nyaralóként vagyok itt Dörögdön, hanem itt élek, tehát a Budapesten, amikor ott dolgoztam, akkor én az összes ottani történetemet felszámoltam, tehát két cikluson keresztül az önkormányzati munkában is részt vettem már, és most is aktív képviselőtestületi tag vagyok. Én nagyon boldog vagyok, hogy egy 650 fős településnek az életében részt vettek. A magam módján próbálom segíteni mindezt, tehát itt eddig 6 játékfilmet forgattunk, nagyon sok dokumentumfilmet, de én azt hiszem, hogy egy kicsit fordítva kell ezt nézni, és én inkább a falunak szeretném megköszönni, mert több ezer éves történelme van ennek a helynek is, és ezeknek a helyeknek. Én annak örülök, hogy a falu segít nekem. Bármikor gondom van, bárhol, ha
találkozunk, akkor mindig azt mondják, hogy miben tudnak segíteni. És mivel talán mondhatom azt, hogy elég sokat éltem nagyvárosokban, én az egyik nagy értéknek ezt tartom, hogy lehet, hogy a természet adottságai miatt a falusi ember nem engedheti meg magának azt, hogy hosszú ideig össze legyen veszve, mert egyszerűen életbe kell maradni. Ez egy zsákfalu. Tehát itt nem az van, hogy beszaladok az éjjel-nappaliba, 8-kor, ha mondjuk például nincs egy fűszerolajam, hanem itt az van, hogy átmegyek a szomszédba, vagy éppen elakadtam, és egy kis traktorral kihúzzák a tűzifás kocsit. És ezt a szeretetet, meg ezt a tiszteletet, meg ezt a bizalmat én is ugyanúgy megkapom. Nagyon egyszerűen fogalmazva, én itt ugyanolyan ember vagyok, mint a 650 főből mindenki más, nem a televíziós, vagy nem tudom én, filmes Szőke András, és én ezt értéknek tartom, mert emberként fogadnak el, és én megpróbálom ugyanúgy ezt visszaadni. Az lenne nagyon jó, hogy ez a fajta szemlélet tudna terjedni a nagy közösségekbe is. Megint csak Badárt tudom durván idézni, mert ő azt mondja, ugye sokszor volt itt, ahogy említettem, hogy ha négyszer találkozunk itt a faluban egy nap, akkor négyszer köszönünk egymásnak. Na most ebből azért néha Budapesten később voltak problémák, én felszálltam a 4-es villamosra, kapaszkodtam, és mindenkinek mondta, hogy jó napot kívánok, és mindenki nézte, hogy ez megőrült. Holott a kis közösségi létezésben tényleg így van, hogy fizikailag is figyelünk egymásra, és nézzük azt, hogy mi van a másikkal, mert nem marad másként életbe a kis közösség. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. A Zóna Televízió magazin műsorával természetesen a jövő héten is jelentkezünk. Várjuk Önöket, viszontlátásra!